Köszöntöm a Kölcsei Televízió nézőit, újra itt vagyunk Sportszelet című magazinunkkal, melyben, mint azt már megszokhatták, az elmúlt hét, illetve az előttünk álló hétvége legfontosabb sporteseményeivel foglalkozunk. Mutatjuk a mai kínálatot. A Magyar Diák Sportért díjjal tüntették ki Kovács Tibort, a Krúdi tanárát. Sándor Tamás irányításával készül az MB3-ra a Máté Szalkai futballcsapat. Jó hangulatú családi nappal zárta az idényt a nyíregyházi kosársuli. Nyíregyházán fejezte be játékos pályafutását a kosárlabdázó Szobi Dániel. Megtartották a nyíregyházi kispályás foci bajnokság díjátadó ünnepségét. A Magyar Diák Sportért díjjal tüntették ki Kovács Tibort, a nyíregyházi Krúdi Gyula gimnázium testnevelőjét. A pedagógus 42 éves pályafutása során számtalan érmet szerzett fiú kosárlabda csapataival a diákolimpiákon. Nagyon sok szép emlékem maradt, és kezdve azzal, hogy nagyon nagy megtiszteltetésnek érzem ezt a kitüntetést. Úgy gondolom, hogy megdolgoztam ezért, és az a nagyon sok munka, amit ebbe beletettem és tettünk itt a kollégákkal, és elsősorban a diákokkal, az most elismerésre került. Hát több mint 4 évtized, szinte nem is hiszi el az ember. 1982-ben kezdtem a pályafutást. Az akkori példaképek mellett, akik elindítottak az úton, Tatos István tanár úr, illetve Kovács Györgyné Kati néni, akik mellett öröm és megtiszteltetés volt dolgozni, és onnantól kezdve az évek során nagyon-nagyon sok élményben volt részem, és talán azt mondhatom, hogy az eredmények is hűen tükrözik. Minden eredmény gondolom egyformán kedves, de azért emeljek néhányat, amelyek a legjobban megmaradtak az emlékezetedben. Még a 80-as években, amikor, hogy említettem, Tatos tanárról, amíg közösen is volt szerencsém dolgozni, és utána átvettem a stafétabotot, akkor még országos 4-es döntők voltak, ahol az ország legjobb 4 csapata jutott be. Talán azok voltak a legemlékezetesebbek a pályám kezdetén, de folyamatosan, ahogy haladtunk előre, azért majdnem minden évre jutott egy országos döntő. Kicsit szívfájdalom most, hogy az utóbbi években, elsősorban a Covid óta a mostani 5. és 6. korcsoportot összevonták, ami a 9. és 12. évfolyamot jelenti, most már egyben versenyeznek, nekünk még a régi időszakban megbontva voltak ezek a versenyek, és akkor sokkal jobban lehetett motiválni és versenyeztetni a gyerekeket, az alsóbb éveseket is külön, illetve a felsőbb éveseket is. Tehát a 80-as években ez a korosztály, a 90-es években is szintén eljutottunk nagyon sok országos döntőbe, és most neveket hagy ne említsek, ha megoldható, mert nekem minden diák, és ezek nem csak ilyen szólamok, egyformán kedves az életemben. Természetesen voltak olyan diákok, akik kiemelt szerepet kaptak, mert többet játszottak, vagy a csapat húzó emberei voltak, de mivel ez csapatmunka, ez csapatként funkcionált. És akkor a 2000-es és 2010-es években, ahol igazából a csúcsra értünk, mert a diákoktól is kapott pólók és tablók is mutatják azt, hogy a minden évben, ahol voltunk országos döntőben, ott nagyon nagy emlékezetes teljesítményt is nyújtottunk, és a diákok részéről is az volt, és talán kicsit hosszabb bevezető után rátérve arra megkoronázásra, hogy az addigi eredmények alapján a Magyar Diák Sportszövetség felkérte iskolánkat, hogy a Magyarországot képviseljük a világbajnokságon, ami Franciaországban volt. Én úgy gondolom, ez volt a legnagyobb teljesítményünk, és ott abban a millióban és abban a részben és magyar válogatott mezben virítani, én azt gondolom, minden testnevelőnek és minden tanárnak, edzőnek a csúcspontja lehet. Én azt gondolom, nekünk is ez volt. Ha valaki nem tudná, mert ugye nem említettük, kosárlabda sportágról van szó, ami legközelebb áll a szívedhez, de gondolom más sportágokban is képviseltétek az iskolát. Igen, azért az iskola, a Krúdi gimnázium nem csak a tanulásról, mert ez az elsődleges, és itt a testnevelés, ez egy segítő dolog abban, hogy a diákok kikapcsolódjanak, és a tanóráknak a leterheltsége mellett tudjanak mozogni, sportolni. Nagyon nagy örömünkre itt olyan diákok tanultak és tanulnak, akik a tanulás mellett
tevékenykednek sportban, és egyrészt hozták magukkal, mert a mai sportban már nagyon sok gyerek sportol versenyszerűen, de emellett a diák olimpiákon az iskolaszíneiben versenyeznek, viszont vannak olyan diákok is, akik itt kezdtek el sportolni előképzettség nélkül, és így jutottunk a csúcsra. Itt is hagy említsem meg, ebben az évben jutottunk, talán ebben is a csúcsra, hogy az amatőr kosárlabda diákolimpián is sikerült országos döntőbe jutnunk, ami azt jelenti, akik itt kezdtek el sportolni, a kollégák, vagy esetleg az én kezem alatt, és velük együtt sikerült országos döntőbe jutnunk, de visszatérve azért a számtalan sportágban, az atlétikától kezdve a sakkig nagyon sok diákolimpián vettünk részt, és én azt gondolom az iskola, a Kruti Gyula Gimnázium büszke lehet ezekre az eredményekre. Mennyit változott a gyerekek sporthoz való hozzáállása a 80-as évek elejéhez képest? Én azt gondolom, hogy nagyon sokat. A világ is változott. Sokkal másabb a gyerekeknek az igényszintje, az elfoglaltsági lehetősége, más szabadidős tevékenységek vannak. De aki igazából szereti a sportot, az még a mai napig is szívből és lélekből csinálja. Kicsit nehezebb a dolgunk, de én azt gondolom, a befektetett munka és a visszajelzések azok meghonorálják és megszépítik ezt a részt. Hogy mondjam el ezzel kapcsolatosan, hogy nagyon sokan csak az eredményekből, hogy hány országos döntő vagy hány bajnoki cím, de ami a legfontosabb szerintem az a diákoknak a visszajelzése és jó érzése, amikor látja a pedagógus azt, hogy mosolyog, szívvel, lélekkel csinál valamit, és az a visszajelzés szerintem a legeslegfontosabb. Ennyi eredmény és ennyi elismerés birtokában milyen tanácsot, útravalót adnál a most kezdő testnevelőknek? Én azt gondolom, hogy a legfontosabb, hogy legyen emberség, és talán a sport mellett, amit a diák sportban kell végezni, a legfontosabb a pedagógiai része. Hogyan tudja megszólítani a gyereket, hogyan tudja megnyerni annak a sportágnak, hogyan tudja versenyeztetni azzal a sportágban jellegzetes feladatokkal. A pedagógia, pedagógia, pedagógia. Legyen türelem, legyen kitartás, és talán mondhatom azt, hogy az utóbbi években egy kicsit a specializálódás megszűnt. Talán már az utóbbi egy-két évben ismét a diákolimpia Covid miatt is fellendülésben van, ebben bízunk, hogy ez folytatódik. Én csak sikeres és kitartó munkát szeretnék, és kívánok minden kollégának, leendő kollégának. És végezetül, hogy mondjam el, hogy nagyon nagy köszönettel tartozom azoknak a volt kollégáknak, itt már Tatos Pista bácsit, Kovács Katinénit említettem, a jelenlegi kollégáknak, nem utolsó sorban a családomnak és a tantestületnek azért a segítségért, amit alapján én ezt a több mint 42 évet eltöltettem egy ilyen nagyon jó közegben, és ne vegyétek tolakodásnak vagy olyan mondatoknak, de a hosszú pályafutásom alatt akár a diáksportban, akár az egyesületi sportban a sajtónak a segítségét, ami alapján segítették, bemutatták, és nem is az én személyemnek szólt, hanem a csapatainknak, a játékosainknak. Ez is nagyon nagy köszönet a sajtónak is, hogy segítették, és propagálták ezt a mi munkánkat, mondhatom így. Az elmúlt héten megkezdte a felkészülést az MB3-as újonc Máté Szakai futballcsapat, ráadásul új vezetőedző a debreceni klub legenda Sándor Tamás irányításával. A csapat célja a bennmaradás az új idényben. Bízunk benne, hogy egy jó felkészülésen fogunk részt venni. Múlt hét szerdán kezdtük el a felkészülés első részét, ami péntekig tartott. Ezen a héten ugyanúgy ötöt fogunk edzeni, és a hétvégén lesz egy edzőmérkőzésünk a Deac ellen, Debrecenbe. Nagyon bízom benne, hogy jó felkészülést tudunk majd összerakni a srácoknak, de amit észrevettem, hogy tényleg lelkiismeretesen és jókedvűen végzik a munkákat, majd hogy ez mire lesz elég, azt a későbbiekben meglátjuk. És ha már munka, akkor az erősítés hogyan történik? Nehéz helyzetben volt az egyesület, mert osztályozót kellett játszania, és abból a szempontból a srácoknak se volt
valami sok pihenőjük, tehát másfél hetet pihentek, és hát ez alatt az idő alatt kellett regenerálódniuk. Így a vezetőknek se volt nagyon sok idejük arra, hogy a csapatot hirtelen meg tudják erősíteni. Ráadásul nem is tudtak készülni menet közben, mert nem tudták, hogy most ebből MB3 vagy marad a megye első osztály. De három játékos már tudtunk igazolni megfelelő posztokra, és plusz még egy kapussal is bővült a társaságunk, és valószínű még, hogy a közeljövőben meg tudunk játékosokat igazolni. Vannak még olyan pozíciók, amikre jöttek próbajátékosok, és abból megpróbáljuk a legjobbat kiválasztani majd. Az edzőmérkőzések hogyan alakulnak? Jelen pillanatban a hétvégén tudunk egy mérkőzést játszani, amit említettem, szombaton Debrecenben 10:30 a Deac ellen, a következő hétvégén szombaton szatmárnémeti csapatát fogadjuk itt, ha minden igaz, Máté Szalkán, annak az időpontja még nem dőlt el, és még keresünk egy csapatot az utolsó felkészülési mérkőzésre a bajnokság nyitánya előtt. Milyen elvárásokkal indultok, ugye újoncként? Nyilván itt azért tisztában kell lenni a dolgokkal, tehát én azt mondtam a vezetőknek is, hogy egy türelmes, normális építkezési folyamatot kell célba vennünk. Ennek az első állomása valószínű az lesz, hogy a biztos bennmaradást elérjük. Nem szeretnénk ezt az utolsó pillanatokra hagyni. Nem tudjuk még jelen pillanatban, hogy milyen erőt képviseltünk az MB3-ba, de igyekszünk a legjobb tudásunk szerint teljesíteni, és az MB3-as tagságunkat megőrizni. Milyennek ítélitek meg a csapatokat? Ismerem a mezőnyt, hiszen 2 évig dolgoztam én is MB3-ban. Mindig változó. Tehát vannak csapatok, akik az egyik szezonban nagyon jó teljesítményt nyújtanak, akár a semmiből, de a következő szezonban lehetnek olyan csapatok, akiről azt gondoljuk, hogy egy megbízható, kiegyensúlyozott társaság, de mégse tudnak úgy teljesíteni, tehát ez mindig változó, nem tudom még hol rangsolni a mi csapatunkat se. Mit tapasztaltál, a srácok milyen kondiba vannak? Hogyan alakul a ti közös munkátok? Igen, nem említettem, hogy kevés pihenőjük volt, ez nem annyira jó, viszont a másik oldalról meg jó, mert nem tudtak úgy leereszteni, és azt vettük észre, hogy ebbe a másfél hétbe tényleg mindenki, másfél hét után mindenki jó állapotba került vissza. Voltak ilyen atok jellegű mérések, nyilván itt edzés közben, hogy mégis azért milyen állapotban vannak a srácok, de úgy jöttek vissza tényleg, ahogy elmentek, nem sok minden változott, kondíció rendben van, de nyilván még dolgozni kell ahhoz, hogy az MB3-ban még jobb legyen a kondíciójuk. Mentálisan mit jelent nekik, hogy az MB3-ban vannak? Szerintem nagyon sokat, mert úgy vettem észre, hogy motiváltak a játékosok, szeretik a kihívást, meg is akarnak felelni a kihívásoknak, és hát amennyit ebből a 4-5 napból le tudtam szűrni, az, hogy nagyon várják már a kezdetet, és hogy valaki újra, valaki először, de meg tudja mutatni megint magát az MB3-ba. Jó hangulatú családi nappal zárta az idényt a nyíregyházi kosársuli. A Szent Imre udvarán volt főzőverseny, gyermekek és szülők közti kosármeccs, illetve a fiatalok is megmutathatták tudásukat. Szuper vasárnapi napra ébredtünk, hál' Istennek nincs az a nagy hőség, ami eddig volt, tehát pontosan ideális arra, hogy egy jó évzáró rendezvényt tartsunk itt a szabadban. Ugye a gyerekek itt éppen mögöttünk kosárlabdáznak, ami óriási dolog, mert egyre többen szeretik nálunk ezt a sportot. Az évünket összegezve egy nagyon szuper évet tudhatunk magunknak, mert minden korosztályunk, amit el kellett helyen, azt elérte. Tehát úgy gondolom, nem lehetünk elégedetlenek velük. U11-eseink ugye régiós döntőt játszottak, U12-eseink szakmai tornán voltak, az U14-eseink azok játszottak régiós döntőt is, meg főtáblán is voltak, kadett csapatunk szintén régiós döntőt játszunk, juniorjaink kicsit megfogyatkozva bár, de kiegészítve a kadetekkel egy olyan szuper eredményt értek el, amire ebben az évben nem is igazán számítottunk, tehát ők is egy régiós döntőt játszottak, és ugye nem utolsó zsor, az NB1-es csapatunk, aki
aki azért mindent, amit ebbe az évben el lehetett érni negatívban, azt elértünk, volt, hogy nekünk sérültünk, betegünk. A szuper dolog, hogy kismamánk is van a képen, a tegnapi nap szülte meg gyönyörűséges pici gyermekét, tehát ez egy óriási öröm volt. Ugyanazon a helyen maradtunk az NB1-ben, ahol ezt az egészet elkezdtük a 14. helyen, tehát a rájátszás az igazából nem osztott, nem szózott nekünk. Tehát én úgy gondolom, hogy ez az év egy méltó lezárása annak, amit mi eddig ezekben az években elvégeztünk. Ezek a gyerekek szuperek, ügyesek, egy halom jó szülővel, itt éppen a szülők sütnek, főznek, arra készülnek, hogy itt a végén itt egy óriási nagy főző versenynél eredményeket hirdessünk, de én úgy gondolom, hogy minden szép és jó. Befejezte játékos pályafutását Szobi Dániel. A több poszton bevethető kosaras mindössze két meccsen nem lépett pályára a Kék Cápák csapatában. 5 évvel ezelőtt érkeztem Nyíregyházára, ez alatt az 5 év alatt volt öröm, bánat, feljutás, kiesés, A csoport, B csoport. Ezt az utolsó, legutóbbi szezont hogyan értékeled? Vegyesen, hiszen nehézkesen kezdődött. Szerettük volna feletetni az előző szezon kudarcát, ugye az A csoportos kiesést, és elindítani egy erős B csoportos csapatot, ami akár esetleg döntőbe is juthat, vagy 4 közé. Ehhez képest ugye nagyon gyengén sikerült az őszi szezonnak az őszi része. Viszont úgy gondolom, hogy a tavaszi rész pedig, amilyen csúnya volt az első, olyan szépen sikeredett. És gyakorlatilag hát két nagyon szoros meccs múlott, ha valamiket megnyertük volna, akkor 4-be jutunk. De így is azt mondom, hogy a rájátszás, illetve a 6. hely az egy szép befejezés. A saját szerepedő teljesítményed, de mennyire vagy elégedett, ugye a legrutinosabb játékosként egyfajta mentor szerepet is el kellett látni a fiatalok mellett. Igen, nem volt egyszerű, hiszen a nyáron bokaműtéten estem át. Úgy gondoltam, hogy könnyebben fog visszatérni, de hát azért ott nem olyan egyszerű ez már egy ilyen műtét után. Viszont nekem is úgy gondolom, hogy voltak jó meccseim, jó periódusaim a szezonban. Több poszton is játszottam, 1-4-esig igyekeztem a csapat hasznára válni. Úgy gondolom, hogy helyek közül sikerült is. Most már publikus, hogy ez volt az utolsó szezonod aktív játékosként, legalábbis ezen a szinten. Hogyan néz ki a folytatás? Igen, befejezem az aktív, ilyen szintű aktív játékot minden bizonnyal. A szakmai stábban fogok feladatot vállalni, emellett a korábban megkezdett szakágvezetői pozícióm, illetve a megyei ügyvezető pozícióm is megmarad, úgyhogy nem fog unatkozni, és gyakorlatilag a kosárlabda család társadalomban maradok. Nagyjából ennyi. Ha nem a játékot, nem a szakmát nézzük, mit adott neked ez az 5 év, hiszen ugye Budapestről érkeztél Nyíregyházára, és egy fél évtized már mérhető, sőt azt sem tudok, hogy ugye itt alapítottál családot. Mondhatnám, hogy mindent adott, hiszen családot, otthont, barátokat, a civil munkát mindig nehéz elkezdeni egy sportolónak. Nekem ez sikerült, és ebben nagy partner volt az egyesület és a vezetőség. Külön meg kell említenem Sitko Ernőt, aki hívó szavára érkeztem, és nagyon sokat segített az elején. Ő rajta keresztül ismertem meg a feleségemet, de mondhatnám itt az összes vezetőt, dolgozót, munkatársat, akiknek külön köszönöm, úgyhogy nagyon szép volt ez az 5 év. Ugye a 2 A csoportos év, csapatkapitány is lehettem, ez nagy büszkeséggel tölt el. Nyíregyházi, most már nyíregyházi lakosként hivatalosan én is nyíregyházinak érzem magamat, úgyhogy gyakorlatilag mindent adott. Nagyon szép 5 év volt. És ha hozzáveszünk azt, hogy ez volt a második csapatom profi szinten, hiszen 10 évig voltam előtte a TF Budapestnél, illetve annál a Merim Mehmedovicsnál tudtam befejezni a karrieremet, akivel elindult 15 évvel ezelőtt, úgy gondolom, hogy nagyon szépen keretbe foglalta. Megtartották a nyíregyházi városi kispályás labdarúgó bajnokság ünnepélyes díjkiosztóját. A rendezvényen a csoportok első 3 helyén végző csapatok, a gólkirályok és a legjobb kapusok vehettek át elismerést. Sok buktatóval teli bajnoki évet tudunk magunk miatt, hiszen a stadioni beruházás miatt nagyon sokszor
kellett pályáról eljönnünk, elvettek tőlünk pályát, aztán visszaadtak, meghatározták, hogy mikor fejeződjön be a bajnokság, ezeket természetesen mindig végre is hajtottuk, és nehéz körülmények között csak 3 pályán tudtunk játszani, mert bajnokság felétől már az ABC pályát elvették, hiszen a másik oldala pedig öröm, hiszen az a 3 pályán most rövidesen átadásra kerül műfüves pálya, tehát 3 kis műfüves pályánk lesz majd az ABC pálya helyén, és emellett még akkor lesz 3 salakpályánk, vagy a Sóstói út mellett lévő kis műfüves pályát is tudjuk használni, ezért nagy könnyebbség lesz ez számunkra, hiszen az eső miatt fantasztikusan sok mérkőzés maradt el, a bajnokság befejezése előtt 2 héttel még 80 mérkőzésünk volt elhalasztva, de ezeket a végére sikerült ledolgozni, hiszen a csapatok partnerek voltak benne, hogy beraktam még éjszakai mérkőzéseket is, én 5:30-tól, 7:30-tól, 8:30-tól is voltak mérkőzések, természetesen figyelembe véve azokat, hogy nem a Mária Pócsiak játszottak 8:30-tól, és ebbe partnerek voltak, és 5 nap csúszással, ahogy kérte a városvezetés, be tudtuk fejezni a bajnokságot, és én azt mondom, hogy egy csodálatos színvonalos, magas szintű bajnokságot tudunk magunk mögött. Mennyi meccset játszottak összesen a csapatok, és mennyire volt sportszerű a bajnokság, voltak esetleg súlyosabb sérülések? Igen, 1200 mérkőzést játszottunk le a bajnokság folyamán, és hát nagy öröm számomra az, hogy komolyabb sérülés nélkül, és igazán sportszerű körülmények között, hiszen összesen 20 kiállítás volt a bajnokság folyamán, és ez 1200 mérkőzést tekintve ez egy óriási nagy szám, és ezért azt jelenti, hogy játszani jönnek hozzánk a játékosok, szabadidő kellemes eltöltése véget, és én bízom benne, hogy ez így lesz a jövőt illetően is. Esett már szó salakos borításról, műfüves borításról, viszont a legközelebbi esemény egy homokos borítás esemény, mégpedig a Sóstói Strandfoszi Fesztivál. Mikor, milyen létszámmal indul majd a torna? Igen, hát a Strandfoci Fesztivállal gyakorlatilag készen vagyunk a 12. alkalommal megrendezésre kerülő Sóstó Gyógyfürdő, Nyíregyházi Sportcentrum női férfi nemzetközi Strandfoci Fesztivál. Ez már hónapokkal ezelőtt készen volt, hiszen pillanatok alatt elfogytak a helyek. Július 11-én indul a labda homlem. Azt mondom, hogy pattogni fog a labda, hiszen a levegőbe tölti a legtöbbet, viszont egy óriási mezőny jött Budapestről, Váncról, ország különböző helyeiről jönnek hozzánk, és én bízom benne, hogy ez is egy olyan fantasztikus torna lesz, mint az eddigiek. Tekintsünk egy picit még tovább, mikor indul az új kispályás szezon, és vannak-e új jelentkező csapatok? Igen, augusztus 12-én indul az új bajnokság, augusztus közepén mindig el kell indítanunk az új idényt, és vannak új csapatok, jött már jelentkező vagy 6 vagy 7 új csapat, viszont elképzelhető, hogy lesznek megszűnő csapatok is, vagy mivel hogy öregszik a bajnokságunk keményen, ezért lesznek olyan csapatok, akik magasabb osztályból is lekérezkednek a öreg fiúk 3-ba, 2-be, és ott folytatják a játékot tovább. Bajnoki cím, feljutás gólkirályi cím részedől a D csoportban. Ezek után kicsit naiv is a kérdés, milyen idén zártatok? Hát igazából egy vereségünk volt, és a többi meccset jól tudom, meg is nyertük mindet, úgyhogy igazából egy sikeres éven vagyunk túl, de ami a legfontosabb, egy jó hangulatú és egy nagyon jó szellemű brigádba kerültem, úgyhogy én élvezett focizni. Neked ismert, közismert a futballista múltad, milyen múltra rendelkezek a többiek? Van azért a csapatban, aki megfordul magasabb osztályban, bár most már 61 vagy 2 éves Kovács István, akkor a Mikok Szink az edző kollégám, ő is velünk van, de többnyire kézilabdások vannak a csapatban, mint Erdő Zoli, Szűcs Balázs a kapuban, úgyhogy ilyen vegyes kép, de az összetételünk, azt mondom, viszont nagyon jó, és játékos csapat vagyunk. Valamikor arról szólt ez a bajnokság, hogy hétvégeken találkoztak és futballoztak egyet a csapatok, most már azért sokan vannak, akik rendszeresen edzenek, készülnek, nálatok mi a helyzet? Hetente egyszer találkozunk. Úgyhogy van a szezon előtt vagy 2 meccsünk, amikor egy ilyen felkészülési jelleggel, aztán igazából csak ez a mozgásunk van, nincs semmi más. Gólt szerezi minden bajnokságban, kispályán, nagypályán, futszalban nem egyszerű, tehát több mint 30 gólt lőttél ebben a szezonban. Mitől megy ilyen jól a góllövés?
Hát igazából nagyon jó csapatunk van, és a meccsek többségén még azt mondom, hogy nem megsértve őket, de azért ők fölényesen nyertünk, és lejátszottuk sakmattig, úgyhogy olyan gólok többsége az igazából így lejátszott helyzet volt, és csak be kellett passzolni, és tényleg a gólok, a kollégák, a csapattársaknak is a gólok nagy része ilyen, hogy le van játszva, és csak be kell passzolni. Egy osztálya feljebb minden bizonnyal erősebb lesz a mezőny. Milyen szezonra számítasz? Hát én azt mondom, hogy várom, mert igazából még mindig a meccset várom, és alig várom, hogy focizzak, most egy kis szünet jön, de hogy milyen szezonunk lesz, azt nem tudom. Hát attól is függ, hogy éppen ki van ott a meccsen, mert azért nem mindig tudunk meglenni, és azért vannak idősebb játékosaink is, de hát mindenki hozzáteszi azt, amit kell. Kedves nézők, ennyi fért mai műsorunkba, melyet weboldalunkon visszanézhetnek. Legközelebb egy hét múlva találkozunk, viszontlátásra!